Üdvillő módon mindenkinek. Nagyon jó az időjárásunk. Most, hogy már így este van, így már fellegek sincsen. Napközben mindig tele voltunk felleggel. Hát mondjuk némi kis felleg most is van. Némi kis szél is fújdogál szépen csendbe. Talán még termelgetünk is. Mindjárt megnézzük bent is, hogy mit mutat. Na hát lejárt az egy év egyébként. Azt hiszem, hogy most egy éve lett telepítve, ha minden igaz, hogy szeptember... Nem, szeptember végén lett telepítve, úgyhogy nézzünk is be. Most akkor mutatom a további fejleményeket, mert lesznek itt azért fejlesztések. Na hát belülről valami hasonlóképpen nézzünk ki. Ilyen kis pislog, villog, kattog, teszi a kis dolgát. Betölti, amit kell. 44-59-en áll per pillanat az óránk. Hát annyira nagyon nem is panaszkodhatunk, hogy őszinte legyek ahhoz képest. Szóval 44-59, remélem, hogy látszik. Előző mérési adatunk 9. hó 9-én volt, 42-18. Hát, na, most ez ilyen vegyesre jött egy kicsit ki, nem az igazi. Viszont az megvan, hogy 241 wattóra termett. Én szerintem lejárta, igen, jól emlékeztem, 09-19-én lett telepítve, ha minden igaz. És akkor ugye írni nem írtuk, csak január 1-től. Az első hónapok azok nagyon-nagyon gagyik voltak. Nagyon-nagyon semmilyen, ilyen termett is, meg nem is. Aztán így nekilendültünk, mikor ugye megkezdtük a lágyindítást, a lágyindítás kettest, hat lapátra bővültünk, hókusz-pókuszt bevetettük, stb. És ugye most jönnének megint azok az időszakok, amikor majd megint kezd majd fújni a szél. Ez szép és jó, de innentől kezdve ennek a tesznek így vége szakad. Ugyanis lesz egy kicsi kis fejlesztés, méghozzá kaptunk egy másik generátort, Mikrobi úrnak köszönhetően. Ez egy ilyen nagyobb szervomotor, léptető motor, nevezd, aminek akarod, nem bánom. Hívhatod bárminek. Jelen pillanatban csillagba van kötve, itt a csillagpontunk, tehát akár még deltára is tudjuk kötni. Kettő fázis között fogjuk mérni a feszültséget. Ez egy kézzel tekerem gyakorlatilag. Igen, hogyha esetleg mutatna is valamit, ez a aucskaság. Na így azért már jobban követheti, hogy egész voltokat mutat. Tehát így ennyi. Ez egy simán hozza a 26-27 voltot, tehát nem kell egy olyan túl nagy fordulatot adni neki. Na mondjuk itt már nagyon-nagyon sok kísérleten mentünk keresztül, hogy mi merre hámméter. Szép nagy motor, nem valami kis apróság. A súlya is van ám neki. Ez fog helyette felkerülni. És meglátjuk, hogy ez mit tud. Nagy valószínűséggel, mivel, hogy ilyen az ember így megforgatta, és már 20 voltok jöttek ki belőle. Jó, nyilván töltőáram nincs mögötte, azért amiért így a volt megvan, de az, hogy a volt megvan, hogyha ez a fordulat fent is marad, akkor töltőáram is lesz. Gyakorlatilag. Úgyhogy ezzel fogjuk a kísérleteket folytatni. A lapátok megmaradnak ugyanazok, mint amik voltak eddig is. Ugyanis az a hat lapát, az nagyon-nagyon jó geometria. Vagy legalábbis így bevált, maradjunk annyiba, így a hangoló csavarral. És alapvetően nem olyan túl nehéz ezt hajtani. Hát egy kézzel úgy tűnik, mintha nehezen menne, per olyan darabos meg minden, de alapvetően nem kell ezzel törődni, ugyanis rajta lesz az a nagy lapát, az már onnantól kezdve teljesen másképpen fog viselkedni. Valamikor, hát ebben a hónapban lesz majd egy ilyen felszerelős hadművelet, ugye nyilván a régi lapátokat le kell szerelni teljes mértékig a fűkaszáról, és átszerelni a régi fém esztergált tárcsára, ami ugye hat lapátot tud fogadni, és egyensúlyban is van, és akkor azt arra kikötve valahogyan így megforgatni egy ilyen 60-as fordulattal, és megnézni, hogy mit csinál gyakorlatilag. Ugyanúgy, mint ahogy azt a változatot is, amikor meg lett tekercselve, azt is úgy kézzel megtekertük, hogy egy ilyen 60-as fordulat formával mit kezd.
és akkor meglátjuk a többi részeket, mert most így nem tudom tovább, hogy hogyan lesz, meg mint lesz, illetve tudom, hát ez lesz, nincs más utunk hirtelen. Lenne más lehetőség is, függőlegesbe is gondolkoztam, viszont a kísérletek sehova nem haladtak, és szembe jött ez a motor, akkor most már ezt fogjuk használni. Állandó mágneses, valaki kérdezte egyébként, hogy miért nem autógenerátor, mert hogy csak így gerjesztjük, úgy gerjesztjük, mert nem akarjuk gerjeszteni. Fölösleges nekünk gerjeszteni. Ha forog, termeljen. Kész. Nem kell nekünk semmi gerjesztés. Tehát minél egyszerűbb valami, annál jobb. Itt ugye gyakorlatilag szerintem nem fog kapni csak egy szem dióraidat. Maradunk csillagba, mert ugye így kapjuk a nagyobb feszültséget. Egy háromfázisú egyenirányítást fog kapni. Megkapja a hókusz-pókuszban lévő kondenzátor csomagot, hogy azért ne a nulláról kelljen neki indulni minden alkalommal, és egy darab dióda, hogy az aku felől ne tudjon a kondenzátor fele visszajönni a villany. És akkor így ez lesz a terv legalábbis. Csak kell egy, hát maradjunk annyiban, hogy erősebb oszlopot feltenni, ugyanis az a kis 40x40-es zárt szelvény már ezt a motort nem fogja elbírni garantáltan. Lehet, hogy elbírná, de nem hazárdírozunk semmi szín alatt sem. Ez a verzió, ami fent van, a 100 kilométeres szeleket is minden gond nélkül kibírta, nem repült el semmi, minden rendben volt, úgyhogy továbbra is a biztonságra törekszünk gyakorlatilag. Én azt mondom, hogy így, hogy ez így ennyi, többet nem tudok ugye mondani, per mutatni. Pici változás, és kaptunk egy ilyet. Tesztre! Vajon mi van benne? Ez. Ismerőse valahonnan. Bizony, hogy ismerős. Ez egy függőleges, gyári, szélerőmű. Kapunk hozzá egy ilyet. Meg egy ilyet. Egy ilyet? Mekkora hatalmas? Azt ide be is zárjuk. Szóval kaptunk 5 lapátot, felfogatást és magát a generátort. Ezt már valaki feltette, hát nem volt vele annyira nagyon megelégedve. Azonban nagyon-nagyon vártam, hogy én ezt kipróbáljam, hogy hát lássam már, hogy hány perc, 5 perc, mert gyárival még nem volt dolgom. Láttam már közelről gyárit, de dolgom nem volt vele. Hát ha összeérintem itt ezt a két fázist, akkor érzek némi kis visszatartó erőt, vagy hogy is mondják ezt. Hát lassan három fázis sodrunk össze. Így egy picit nehezebben forgatható. Ha szétszedjük a fázisokat, hát akkor ez olyan könnyen megy, mint a csapágyon menne egy az egybe. Szóval ezzel fogunk kísérletezni. Következő videóba felteszem a helyére, ezt megnézzük, hogy mennyi az annyi, illetve hogy mielőtt felteszem, szintetikus teszteket fogunk vele csinálni, ugyanis állítólag úgy önmagában nem vagyunk termelve. Közben, míg ez tesztelődik, addig meg megépítem azt, amit már mutattam, ami biztos, hogy fog valamit csinálni. Erre a videóra ennyit, mert így is csúsztam vele 12 napot. Na csá.